Köszöntöm a kedves nézőket, Szmódis Dávid vagyok. Elindult az új munkahét, az időjárás tekintve ugyanakkor némi napsütésnek is örülhetünk a viharossá fokozódó északnyugati szél mellett. A múlt éjszaka egy hideg front érkezett, a műholdképen is kivehető, hogy emögött már szakadozik, csökken a felhőzet, és némi napsütésnek is örülhetünk. A folytatásban is egyébként ez lesz majd jellemző helyenként, mondom is a további részleteket. A mai napon kezdetben a Kárpát-medencében havas eső, esetleg a magasabban fekvő területeken havazás keleten alakulhat ki, ezt követően ott is csökken majd a felhőzet és szűnik a csapadék. A Kárpát-medencére tehát felhőátvonulások lesznek jellemzőek ebben a viharos szélben, és némi napsütésnek is örülhetünk. Délen, délnyugaton a 9-10 fokot is elérheti majd a hőmérséklet, ezt azonban a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük, azonban a levegő minőségére jó hatással lesz a szél. Az esetleg megmaradó hóréteg minden bizonnyal tovább olvad majd. A keddi napon is kezdetben még felhőátvonulások lesznek jellemzőek és viharos szél, északkeleten fagypont alatt marad a hőmérséklet, és az esti időszakban északnyugat felől már beborul az ég, és újra csapadékra számíthatunk, elszórtan hózápor lesz jellemző. A szerdai napon aztán majd hosszabb, rövidebb napos időszakok következnek, mindössze északkeleten marad, borongós az idő. Ott még gyenge havazás esetleg kialakulhat, délen azonban a 10 fokot is elérheti majd a maximum érték. Csütörtökön a 12 fok is meglehet, és már hosszabb időre is láthatjuk a napot. Mérséklődik majd a szél a pénteki napra. Akkor azonban mindenütt beborul, és egyre több helyen lehet eső, északon, északkeleten, esetleg havas eső is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!